Sorra kerültek fel a ruhákra a rózsaszín szalagok. Ez a szín jelzi azt, hogy viselője támogatja az emlőrák elleni védekezést. Ennek okán gyűltek össze a Fehérgyarmati Művelődési Ház udvarán a helyi kórház dolgozói és diákok. A megyei kórház főigazgatója azt mondta, ma már gyógyítható az emlőrák abban az esetben, ha idejében felismerik. Kijelenthető, tudományos alapra helyezve, hogy az emlőrák ma egy gyógyítható betegség. Amennyiben az emlőrákot egyes stádiumban tudjuk diagnosztizálni, a gyógyulás 100%-os. Amennyiben a második stádiumban kerül diagnosztizálására az emlőrák, akkor is 90% fölötti a gyógyulási esély. De hogy az előbb mondtam, ezek a nagyszerű terápiás eredmények akkor érvényesek, ha minél korábban diagnosztizáljuk az emlőrákot. Mivel ebben a kórképben jelenleg a tudomány még nem tudott kimutatni egyetlen egy olyan oki tényezőt, ami ezt a betegséget okozza, amit ha tudnánk, ezt ha eliminálni tudnánk, megelőzhető lenne a betegség, de jelenleg ilyen nincs. Ezért, ahogy részben már az előbb elhangzott, az emlőrák tekintetében az átlagosnál fontosabb a korai felismerés tekintetében a szűrővizsgálatok elvégzése. A rendezvényen felszólal többek között Tilki Attila, a térség országgyűlési képviselője, aki személyes példával hívta fel a figyelmet a megelőzés fontosságára. Ez, hogy nem válogat az életkorban, ezt a saját családi példámon keresztül is tudom bizonyítani. Feleségem édes unoka testvére mindössze 27 éves volt, amikor emlőrák következtében meghalt, és egy 3 éves gyermek maradt egyedül. Tehát amikor hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy ez csak a 40-es, 50-es korosztályt érinti, akkor tényleg higgyétek el, hogy fontos fiatalként is az a kötelező vizsgálat, amiről igazgató úr beszélt. A beszédek után indult a séta, amely végig vezetett Fehérgyarmat belvárosán. Rózsaszín sütemények sorakoztak az asztalokon Máté szalkán. Itt is megemlékeztek az emlőrák elleni harcról. Városi cégek, a helyi kórház, civilek és diákok vettek részt a rózsaszín sétán. Volt olyan résztvevő, aki maga is megharcolt a betegséggel. Kegyetlenül padlóra küldött, mert van 3 gyönyörű, csodálatos kisfiam, nagyfiam, és a legkisebb még 5 éves, sőt, akkor 4 éves volt. Úgyhogy hát megrémültem, hogy mi lesz vele, hogyha én ezt nem élem túl. Ezért mindent megtettem annak érdekében, hogy minél hamarabb felgyógyuljak ebből a betegségből, és hála jó Istennek sikerült. Most már csak ilyen fenntartó kezeléseket kapok. A sétán nem csak a figyelmet szerették volna felhívni a megelőzés fontosságára, de adományokat is gyűjtöttek, amelyekkel a betegségben szenvedőket és a gyógyítást támogatják. A felhívás kifejtette, hogy mindenki, aki szeretne, oly módon csatlakozhat, hogy vagy részt vesz a sétán, vagy ha nem tud részt venni a sétán, akkor vásárol egy szalagot. A szalag vagy a zászló ára 200 forint volt, de van, aki nyilván többet is áldozott erre, és az így befolyt összeget a Máté Szalka Szeretet Alapítványon keresztül az érintettek, frissen diagnosztizált betegek támogatására fordítjuk. Először 1985-ben rendeztek rózsaszín napot az ENSZ felhívására, az emlőrák elleni küzdelem jegyében. Magyarországon 2002 óta szerveznek hasonló sétákat október hónapban.